Szerencsen is bemutatták a Magyar Falu 100 biztonsági programját. Az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a Megyei Polgárőr Szövetségnek elnökeivel együttműködve kiválasztottak 100 települést, ahol a szubjektív biztonságérzet javítása érdekében különböző programokat kezdeményeznek, ezzel is erősítve a települések megtartó erejét, és hogy a település biztonsága az ott élők szerint jó legyen. Bobko Géza, Szerencsváros alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy nagyon örül, hogy Szerencsen került megrendezésre ez az esemény. Hozzátette, hogy Szerencsés vidéke a polgárőrség bölcsője, innen indultak az első polgárőr egyesületek, de a szerencsi polgárőrség is hosszú múltra tekint vissza. Gratulált a polgárőröknek, mert minden díjazás nélkül, önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül végzik a feladatukat. A programmal azt szeretnék elérni, hogy minél több polgárőr egyesület alakuljon Magyarországon, egyrészt olyan településeken, ahol még soha nem működött, mondta el Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai elnök helyettese a programmal kapcsolatban. Előadásában kitért rá, hogy egy polgárőr egyesület elnökének meghatározó személyiségnek kell lennie. Hatékonyan kell tudnia irányítani az egyesületet, jó kapcsolatot kell tartania az önkormányzattal. Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a jogsértések megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg hatékonyan, utalt rá előadásában Hodálik Pál, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetség elnöke. A lakosság szubjektív biztonság érzetét az ország eltérő területein más és más tényezők befolyásolják, amelyekre a rendőrség a településeket külön-külön értékelve és felmérve reagál, utalt rá előadásában Kolics Péter, az Országos Rendőrfőkapitányság képviselője. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke fontosnak tartotta, hogy két fórum keretében adjon tájékoztatást, hogy mit is szeretne a biztonsági programmal elérni. Kettős célja van a Magyar Falu program, biztonsági programnak. Az egyik az, hogy azokon a településeken, ahol nem működik polgárőr egyesületet, hozzuk létre. Ebből 74-et céloztunk most meg, de sajnos van még 1100 olyan település Magyarországon, ahol nem működik egyesület. Másrészt kiválasztottunk 30-valahány olyan egyesületet is, amelyiket segíteni kell, amelyek különleges figyelmet kell, hogy kapjanak, vagy azért, mert különleges terhelés van rajtuk, vagy azért, mert hát nem úgy működik, ahogy az elvárható lenne. Tehát ez a célja, és ezért mi egy ilyen 30 milliós kis csomagot összeállítottunk, és egy kis működési támogatást adunk, induló működési támogatást. Átlagban 300 ezer forintot fognak kapni ezek az egyesületek. A polgárőrség eddig is követte a társadalmi változásokat, vagy a társadalomban meglévő feszültségeket is, vagy az új konfliktusokat, azt is többé-kevésbé tudta kezelni, különösen, hogyha a Covid-járványt veszem alapul, vagy éppenséggel az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat. Egészen biztos vagyok benne, hiszen olyan fantasztikus összetétele van, igaz, hogy heterogén, de fantasztikus összetétele van a polgárőrségnek, hogy itt nálunk mindenféle biztonsági szakember megtalálható. Ha alapul veszem, hogy vagyunk 65 ezeren, ebből körülbelül 20-25 ezer lehet, akik korábban a rendőrségnél teljesítettek szolgálatot, tehát felkészült rendészeti, kiképzett rendészeti szakemberek. Több ezeren vannak, akik a honvédségtől érkeztek hozzánk, vagy más rendészeti szervektől, de külön említésre méltó, hogy egyre több az értelmiségi polgárőr közöttünk, akik tulajdonképpen segítenek a képzésben, az oktatásban, a felkészítésben, és hát hála Istennek, bár én még elégedetlen vagyok, de van 2000 körül olyan ifjú polgárőrünk is, akik befolyásolják a mi tevékenységünket, vagy segítenek ebben a megújításban. Tehát szakmai, rendészeti szempontból egészen biztos, hogy követni tudjuk a társadalmi problémákat.
Kis Attila, Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság vezetője elmondta, hogy a megyében példaértékű a polgárőrség és a rendőrség kapcsolata. Hozzátette, hogy ebben az évben és a koronavírus ideje alatt, ha nem lettek volna a polgárőrök, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerültek volna a megye rendvédelmi szervei. A közbiztonság értékelésében elmondta, hogy 2010-hez képest több mint 60%-kal csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma. Ezt úgy tudták elérni, hogy mindenkivel összefogtak, aki tenni tud és tenni akart annak érdekében, hogy Borsodabói Zemplén megye közbiztonsága még szilárdabb legyen. Az elindult program esélyt és lehetőséget teremt a polgárőröknek, a településeknek, a polgárőr egyesületek működésének fellendítésére és új polgárőr egyesületek alapítására.